Az agráripar és a gabonakereskedelem jeles képviselői látogattak Bajára csütörtökön. Ismét megrendezték a Bajai Gabona Partnerség találkozót, amelynek idén már 11. alkalommal adott otthont a város. Nagy László, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő ügyvezetője rámutatott, a rendezvény sikerét igazolja, hogy az utóbbi években számos találkozót szerveztek meg országszerte a bajai mintájára. Hozzátette, a program összeállításakor mindig arra törekszenek, hogy a látogatók az aktuális helyzetről és a várható eredményekről kapjanak megfelelő tájékoztatást. Az alapja mindig azért az aratás. Mi volt tavaly, mi várható idén, és mindig az aktuális témákat tesszük mellé. Ebben az évben például a Duna hajózhatóságáról hallunk egy előadást, hogy hogyan tervezzük a jövőben helyreállítani, javítani a Duna hajózhatóságát, valamint a kikötő hosszú távú fejlesztésekről is lesz előadás. A város nevében Fercsák Róbert polgármester köszöntötte a vendégeket, aki a rendezvény jelentőségére hívta fel a figyelmet. Tudva levő, hogy baj egy, mondhatni, egy mező, város, kereskedőváros, tehát itt tényleg a régi hagyományok életnek újjá, hogy ilyen konferenciák itt Baján létrejönnek, és mindenkinek nagy haszna származik ebből, mint a konferencián résztvevő termelőknek, kereskedőknek, szakmai szempontból, és hát természetesen Baja városának is. 2019-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara is közreműködött a konferencia szervezésében, a találkozó helyszínét és az intézmény biztosította. Dr. Bíró Tibor a kar dékánja kiemelte, a felsőoktatási képzésben nagy hangsúlyt fektetnek az integrált vízgazdálkodásra, amely során a mezőgazdasági és szolgáltatói ágazatokkal is foglalkoznak. A megnyitót követően szakmai előadásokra várták a vendégeket. Elsőként Zsigó Róbert számolt be az előző évek termelési eredményeiről és az ágazat aktuális helyzetéről. Az államtitkár rámutatott, a rendelkezésre álló adatok szerint idén is jó termés várható. Éppen a tavaszi munkák végén vagyunk a mezőgazdaságban, az aratás előtt valamennyivel. Ilyenkor fontos megállni és megnézni, hogy vajon hogyan sikerültek a tavaszi munkák, milyen időjárások, milyen trendek várhatóak a Európában, illetve a világgazdaságban. Úgyhogy mindenképpen az érintetteknek is, és a városnak is fontos ez a konferencia. Vancsóra Kornél a gabonapiac alakulásának helyzetét és a piaci árakat befolyásoló tényezőket ismertette a közönséggel. A Baja környéki mezőgazdasági vállalkozás elnöke kiemelte, az éghajlat mellett az egyes valuták árfolyama és a Duna vízállása is hatással van a piacra. A Duna vízállása rendkívül módon ingadozott, és a tavalyi évben nagyon alacsony vízállás mellett szinte teljesen leállt a hajóforgalom. Ez nem csak a kikötőknek és a hajósoknak volt rendkívül nehéz időszak, hanem a termelőknek is, akiknek a terményükben volt a tárolóba, és sajnos a kereskedők nem tudták időben elszállítani. A találkozóra az ágazat hazai képviselői mellett minden évben ellátogatnak a bajai kikötő külföldi partnerei is. A pancsevói kikötő régóta ápoló kapcsolatot a helyi társasággal, így ez alkalommal is örömmel tettek eleget a meghívásnak, mutatott rá a szervezet kereskedelmi igazgatója. Lassan 10 éve működünk együtt a bajai kikötővel. Nagyon jó a kapcsolat az intézmények között, szinte már egy nagy családként tekintünk egymásra. Folyamatos az információ áramlás, javaslatokat, ötleteket osztunk meg egymással, elsősorban a gabonarakodással kapcsolatban. Az észrevételek pedig nagyon fontosak számunkra, hiszen azokat a mindennapok során is tudjuk hasznosítani. A partnerségi találkozó az előző évek mintájára szakmai beszélgetésekkel és városnézéssel folytatódott a délután folyamán.